Német cég pécsi letelepedését támogatja az önkormányzat, erről is döntöttek a képviselők kedden. A 3D nyomtatók gyártásával, illetve ilyen rendszerek kialakításával foglalkoznak. Profiljukba tartozik a fogászat, a hallókészülékek, az ékszerek és az ipari piacok számára speciális elektromos berendezések gyártása, tudtuk meg a gazdasági alpolgármestertől. Pécs a következő két évben 100 000 euróval, vagyis mai árfolyamon összes 74 millió forinttal támogatja a cég letelepedését a Baranyai megyeszékhelyen. Jövő év első felében döntenek a ma meglévő telephely vagy székhely további bővítéséről, vagy új telephely építéséről, de azokat a feltételeket, amelyeket támasztottunk, hogy itt hozzák létre a céget, együttműködjenek az egyetemmel, teremtsenek lehetőséget az egyetemen végzett fiatalok számára, hogy ezzel a technológiával megismerkedjenek, és itt munkahelyet kapjanak, azt vállalták. A társaság 3 év alatt összesen 40 munkahely létrehozását és azok megtartását vállalta 3 évig a támogatásért cserébe. Az egyetemi együttműködés az oktatási és kutatási tevékenységet is segíti, de cél, hogy a fogászati turizmust is fellendítsék a 3D technológiát alkalmazó német cég támogatásával, mondta az alpolgármester.